már tovább jöttünk egy picit azokból az épületekből, és ez valószínű, hogy ez a kórháznak az épülete lehetett. Egykor ugyebár itt van egy most működő kórház, de hát igen, innen már azért eléggé látszik, ez az A épület volt valószínűleg, úgyhogy majd itt is megnézzük, hogy mik találhatók erre felé. Na, beérkeztünk itt a kórházba, és igen, láttátok ott az alaksorban, nincs az összes, jó, oké, ezt inkább hát ez itt, innen már minden bizonyíték eltűnt egyébként, hogy ez milyen szakosztály lehetett régen. Biztos nem a loser. Na, itt valahol van egy tükör. Ja igen, és hát a szokásos, még ma is megtalálhatóak egyébként a ugyanilyen mosdók a kórházakban, illetve fürdőszoba. Viszont egész jó kis rajzok vannak itt a falon. Ja igen, ez a régi kis WC-re húzó tartály. És a lámpa. Bútormaradványok. Igen. Konnektor. Itt már nem tudjuk tölteni, és itt már senki ne jöjjön ide tölteni a telóját. Úgyhogy itt is egy nagy na, és ez itt na, ez mi lehetett? Jöttünk ide a tetőre. Látjuk, és így néz ki kívülről. Itt egyébként láthattuk ezen a szinten milyen részlegek voltak találhatóak. Na, ez az, ez volt az a kórház épület, amit onnan a Rétsági vasútállomásról lehetett onnan nagyon jól kivenni. Valószínű egyébként, hogy ez a laktanya legnagyobb épülete, így ahogy elnézem. Mert több részlegből is áll ez az épület. Ott is van még egy elég szociál építmény. Úgyhogy azért megyünk tovább, mert itt azért bőven van filmezni való.
Na, itt találtunk valami felvevőszerűséget, vagy ilyen rádió készüléknek a, hát a vázát valószínűleg. Az előlapját ugyebár itt van a, az a hely, ahova be lehet a kazit tenni. Az összes többi rész az már hiányzik, és hát itt van az a sok limlom. Még a régi, ami a régi használatból van. Itt csak ez a bútor darab, itt meg ez a kivágott fa. Groot valahogy ide került. Be van zárva a polc, de itt amit láttok, nagy klotyó. Úgyhogy, hát igen, itt a piszuár már letört. De itt van. Itt még mindig megvannak a vécék, de hát már egyik sem ükszik. Na, itt vagyunk. Ez már a padlás szint, a legteteje a kórház épületnek. És itt van ez a, ez a gépezet. Hát így most nehéz megállapítani, hogy mi lehet ez, vagy mi lehetett. Hát igen, valami kályaszeriség ott lent. Hát nem látni túl sokat belőle, nem is olyan mély a cucc. És igen, itt a egy nagy szerkezet, tartó szerkezet. Valószínű egy, hát igen, egy nagy tartályhenger. Nem tudom, hogy elbír-e engem ez a létra. Azért megnézzük fölülről. Ezt látni belülről. Én nem látom, hogy mi van ott benn. Valószínű, hogy szemét minden mennyiségben. Már lejjebb jöttünk egyébként, ez itt az alaksori szint, és erre van a folyosója a kórház épületnek, azért azt láthattátok, hogy nem kis létesítmény ez, főleg itt a kórháznak az épülete. Igen. Hát onnan bentről jöttek ki a nagy csövek, és igen, itt a zuhanyzó helyiség az alaksorba. Ugyebár nem az a szégyenlős, hanem itt. Ja. Ja, hát igen, itt a szellőző rendszer, aminek ott kint láttátok a csövét is. Természetesen itt mellékhelyiség is volt. De itt főleg zuhanyzó. Hát én itt a ventilátor az már kijött belőle, hogy már nincs itt. Itt van a cső. És hiányos.
És valószínű, hogy itt várjatok, tehát itt látjátok a falon, és ott volt a szellőző nyilván. Itt valamelyest tovább jöttünk, a mögöttem található két épülethez. Ugye bár ott van az a kórház, amit végigjártunk, vagyis arra felé, nem nagyon látjátok innen, mögöttem. És itt már a... Itt már valamelyest... Hát itt egy régi garázs lehetett, ha minden igaz. Ez azt a célt szolgálhatta, illetve egy ilyen... Még egy létesítmény ott is van. Lehet, hogy az volt a dandár. Na majd megnézzük közelebbről. Na itt már tovább jöttünk ebbe a csarnokba, és ez a PC kis járműjavító műhely. Na onnan azért hiányzik a gépjárműjavító műhely, és valamilyen más műhely lehetett itt. Erre felé. Ugye itt látjuk azt a szabványos, ahol le tudunk menni alája, és ott alulról megjavítani, illetve ott fölül is egy ilyen erkély-szerű dolog. És hát nagyjából ennyit lehet itt a csarnokba találni. Arrébb is van még egy pár. Illetve hát a... helyiségekben nagyjából ugyanazt találni, mint a legtöbbnél. És ott szembe ezzel talán lehetett találni még egy ilyen garázst is, ahonnan ugye tovább jöttünk, illetve ott még egy csarnok is látszott a távolban. Itt egyébként már látjuk a... Ezek több, mint valószínű, hogy egyébként selejtek, amik itt a vastelepen találhatóak. Ezek a... Hát különféle alkatrészek. Itt egyébként minden megtalálható. Erőjavító ott volt szembe. Euro AM1 Untenvágus ablon. És itt van még egy pár csarnok, de hát ez az épület is már valószínű, hogy funkcióját vesztette. Na, hát közben már följöttünk a garázsnak a tetejére. Ha minden igaz, akkor ez garázs volt, ami itt alattunk van. Ugyebár arra látjuk azt a régi járműjavítót, a műhelyt. Vele szemben valószínű egyébként ott rakták össze a járműveket, és itt van mellettünk még ez az épület is, bár a sok fától egyébként nehezebb látni, és ezzel együtt valószínű, hogy itt tárolták őket, illetve ott szemben velünk az épület is valamilyen célt szolgálhatott. Vetjük gumi-gumi hátán. És itt lehettek egyébként a harckocsi tároló, itt lehetett egyébként a harckocsi tároló, illetve a másik is, aminek ugye a tetejére fölmentünk, és talán azt kevesen vettétek észre, mert bár nem is mutattuk, hogy az fent még villámhárítóval is megoldott-e. Tehát régen ugye villámhárító is volt, amit ott láthattok, és egy ilyen
liánszerű vas szerkezeten, amit úgy szereltek föl a tetejére, ott vezették el az áramot. Itten látjuk is a régi garást. Val közben tovább jöttünk, itt látjátok a kiírást, hogy harckocsi szervizként szolgált ez a helyiség. De ez csak egyetlen, ide valószínűleg csak egyetlen egyet lehetett beparkírozni. Ugyebár annak itt is csak egyetlen egy szerelőakna volt fenntartva. A szokásos mellékhelyiség, illetve az egyéb szobák, azok itt is megtalálhatóak. És itt még azért láthatóak a bútormaradványok, és hát itt azért az egyik érdekesség, ami számomra is egyébként furcsa, bár hogyha belgondolunk, nem annyira, hogy itt láthatjuk, hogy ezt az ajtót mechanikusan kezelték, teljesen elektronikamentesen, akárcsak azt is, bár ott van még egy plusz nyílás fenntartva, illetve ugye hát csak akkor nyitották ki ezt a nagy kaput, hogyha ugye kiengedik innen a harckocsit. Látjuk, hogy azért súlyokkal kezelték ezt a dolgot, ott is van a nagy vastömb. És hát itt már a berendezés az hiányos, hiszen valószínű, hogy valami kézi tekerentyű is lehetett a helyén. Na itt is egy másik, ugyanúgy műhely. Bár, hogyha itt megnézzük, azért itt nincs meg. Ez is egy ilyen szerelőaknára emlékeztet. Bár, hogyha azért itt megnézzük ezt a nagy monstrumot, itt errefelé, ugyebár elviekben valami fűtésre használt szerkezet lehet ez, de csak sejtésünk szerint. Ugyanolyan egyébként, ami ott kint is megtalálható. Tehát az ablakban látjátok, és itt az operátornak a felségterülete. Errefelé. És itt is látjuk a csarnokot. A szokásos szellőző helyiség, vagy szerkezet, amit megtaláltuk. Na, ha már így tovább jöttünk ezen a területen, akkor itt már belépjünk a hangár területére. Minden esetre, ahogyan a feliratból ítéltetik. Itt valószínű, hogy a légi hadijárműveknek a tárolása volt itt, akárcsak egyébként ott velünk szemben, tehát egy ugyanilyen helyiség. Hát a lámpák azok már itt nem működnek. Illetve hát azért sajnos rengeteg limlom az ide került. Most átjöttünk újra egyébként hát ez biztos, hogy nem járműjavító volt. Bár itt is egy ugyanilyen szerkezet van, mint amilyen bent. És itt van ez már a rozsda által megemésztett monstrum. Itt látjuk egyébként, ugyan ilyesmi van belül is. Megköszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet, így már egyébként ki is jöttünk a
laktanya területéről, hát azért azt érdemes megemlíteni, hogy rendkívül nagy területen fekszik. Hát nem csak laktanya egyébként, hanem ugye itt volt a 31-es számú lövészdandár gépesített. Azt láthattátok egyébként a végén, hogy ott volt a harckocsi járműjavító, illetve hangár és garázs. És hát azért én azt ajánlom mindenkinek, hogyha nagyon érdekel a titeket a dolog, akkor szerintem érdemes ide eljönni és körülnézni, de számítsatok arra, hogy egyébként rendkívül hosszú ideig fog ezt tartani, mert tényleg rengeteg épület és rengeteg elhagyott monstrum található itt. Úgyhogy én megköszönöm nektek innen a figyelmet még egyszer. Na, sziasztok!